Az idősek ruhájára már ma felkerült a kokárda, ugyanis a szociális otthonban ma emlékeztek az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseire. Ennacsól minden jó magyar ember kokárdát tűz a ruhájára. Megkoszorúzzák Petőfi Sándor, Kossuth Lajos szobrát. Több mint 100 évvel ezelőtt osztrák zsarnokságtól szenvedett a magyar nép. Nem tűrte tovább az elnyomást. 1848. március 15-én a márciusi ifjak vezetésével győzött a pesti forradalom, emlékeztek vissza az ünnepségen. Reménytelen időben, márciusi esőben, zenebona támadt Pesten, Magyarország szívében. A múzeum terére fütyülve az esőre, indul a nép, fáradt, árad a nép, Petőfi a vezére. Az előadások után az Aradon kivégzett tábornokok emlékére 13 gyertyát gyújtottak. Az idősek mellett természetesen a fiatalok is a hősök és az áldozatok emlékének adóztak. A Várkonyi István Általános Iskolában a diákok segítségével elevenítették fel a március 15-i eseményeket. Csak egy gondolat rezgi át egész Európát, hogy a létező állapot többé nem maradhat. Nincs többé idő további halogatásra, tárgyalásokra. Az új eszmék megértek, az élet szükségre követi azokat. Nincs többé idő további tárgyalásokra, halogatásra. A gyerekek verses zenés műsorral készültek társaiknak és a pedagógusoknak, melyel megemlékeztek a magyar történelem egyik legemlékezetesebb forradalmáról. Elég volt az éhezésből! Elég volt az éhezésből! Egyenlőséget minden embernek! Egyenlőséget minden embernek!